Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Angyal üzenet március 28-án. Bocsássatok meg, ha a magyar nyelvet nem úgy folyamatosan tudom mondani, mint ahogy ti otthon. Én nagyon régóta elkerültem Magyarországról, már több mint 30 éve élek külföldön, 30 évig Németországban, a Fekete Erdőben, 5 éve Mallorca szigetén. Most kezdek Magyarországhoz közeledni, ott vettem is egy ingatlan, tehát egy rész, az év egy részét ott is fogom tölteni, de gyakorolnom kell a magyar nyelvet, mert az alatt a 30 év alatt én alig beszéltem magyarul. De én megpróbálom magam úgy kifejezni, hogy ez érthető legyen, és remélem, hogy lesznek kapcsolataim Magyarországon, és így tudom a nyelvet gyakorolni, és majd belejövök. Végül is ez az én anyanyelvem, Magyarország a hazám. Én Szombathelyen születtem, Budapesten éltem, és most itt Mallorca szigetén, Muró város közelében. Ez az angyal üzenet. Minden nap felett uralkodik egy angyal. Március 28-án ez az angyal uralkodik, és őt úgy hívják, hogy Kahétel. Nem csak március 28-án, hanem június 10-én, augusztus 25-én és november 6-án is. Azok, akik ezen a napon születnek, ez a személyes angyaluk. Kahétel az a holddal van összeköttetésben, ami az érzelmi világunkat mutatja, de kihat az álmainkra, az érzéseinkre, a reményeinkre és vágyainkra. Ez az angyal hozzátartozik a föld elleméhez, ami a természetet mutatja, de az anyagi dolgokat is. Azon kívül a tetteket, hogyan valósítsuk meg az álmainkat. Ez az engel Kahétel. Ez harmonizál valamit, megnyugtat bennünket. Segít abban, hogy a terveinket megvalósítsuk. Azon kívül, hogy anyagilag jó létben éljünk. Segít abban is, hogy valamit tisztázzunk, vagy valakivel tisztázzuk a helyzetet. Azon kívül óv bennünk, véd bennünk a gonosz emberek ellen. Ő felette őr angyal Metatron áll. És most jön az angyal üzenet, és ti választotok a három szám közül. Kéritek az első üzenetet, a másodikat, vagy a harmadikat. Azok, akik az egyes számot választották, megkapják ezt az üzenetet. Nézzetek meg valamit, mert ez nagyon fontos. Pontosan azt, ami titeket most lelkesít. Még ne tegyetek lépéseket, hanem meg kell, hogy valamit megnézzetek, átvizsgáljatok, és azután legyetek aktívak. Ez a kép mutatja a tűz elemét, a bátorságot és a lelkesedést. Az is lehet, hogy ez a férfi a párotokat mutatja, és ő megvizsgál valamit, mielőtt lépéseket tesz irányotokba. Akik a kettes számot választották, most kapnak egy angyal üzenetet. Itt nem csak a családi öröm,
és boldogság, vagy család alapítása látható, hanem az anyagi jólét is. Szerencse az anyagiak területén. Akik a hármas számot választották, kapnak itt egy angyali üzenetet, mégpedig valaki nyitott lesz, és mutatja az érzelmeit. Az, ami most várható és érezhető. Ha vannak álmaitok, reményeitek, az most megvalósítható. Kicsi lépésekben ugyan, de minden jóra fordul. És ez volt az angyal üzenet. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!